Hello, Szokka TV nézők, egy újabb nagy vadat sikerült levadászni, vagy behúzni, vagy hát nem is tudom, hogy mondjam, vendégül hívni, szerintem ez lesz a legjobb kifejezés. Halmai Gábor 57-szeres válogatott labdarúgóról beszélgetünk, a múltról, a jelenről és a jövőről. Azt néztem éppen a lexikonban, hogy már 16 éve, hogy visszavonultál a labdarúgást, az megdöbbentő. Különben semmit nem változtál, ugyanúgy nézel ki. Sportszár kére, nadrág, meg mez. Ja, meg az őszülés kére, meg a hajfestés kére. Meg egyébként a csípő mögött érdem nagyon rossz, de ez genetika. Tehát amit látsz rajtam, én ilyen voltam világéletemben. Képzeld, amikor decemberben abbahagytuk mindig a szezont, és elmentünk téli szünetre, ugye én karácsonykor beégli minden mellett halászni, mindent megettem, és tudtam, hogy január 4-én, vagy 5-én kezdünk, én mínusz 3 kilóban leszek. Én ilyen voltam. Nem edzettem, kevesebb voltam, mint edzettem. És a többiek oda mentek, hogy te Halmai Gabi. Ők mentek szaunázni, WC-re, mindenhova, én meg álltam ott, hogy baszki, megint lefognak cseszni, miért fogytam 3 kilót. De tényleg így volt. Ez rettenetes idegesítő lehetett. Ez a többieknek. Gondolom, te ugyanúgy ettél itt. Fizetni is kellett a túlsúlyosoknak. Tehát nekem akkor pénzt kellett volna kapnom. Mi volt a tarifa? Nem tudom, ilyen 1 kiló 1000 forint valami. De hát most beszélünk a 90-es évek végén. Az egy kicsit akkor most több. Akkor 10 000 lenne percenként. Akkor még nem volt mobiltelefon sem, ugye? Mobiltelefon akkor már bejött, de nem tudom. Ja nem, kell fizetni a mobiltelefonért. Na! Tehát ott, amikor megszólt a mobiltelefon, az fizetős volt. Úgyhogy az késés. Túlsúly, mobiltelefon, ezek mind fizetős tarifák voltak. Ahogy a tekintetedet látom, gondolom azért te lehettél az, aki vezetted ezt nagyszerűen, hogy ki milyen bírságot kell, hogy befizessen, és oda is mentél, elkérted tőlük a pénzt. Én csapatkapitány helyettesként, igen, felügyeltem, sőt, arra figyeltünk, hogy akkor majd lesz egy csapatbuli, akkor vigyük is el a pénzt, amikor is költsük el. Tehát a több pénzünk van, többet tudtunk bulizni. Ki volt akkor a kapitány? Az Illis Béla. Most az MTK-ról beszélek. Igen. Más csapatban, de most az MTK ugrott be. Amikor Izraelben voltál, akkor is megtettek ott alvezérnek? Az a 3 év elég volt arra? Húzó játékosnak számítottam, vádott játékos voltam nyilván, de izraeli csapatkapitány volt. Azért arra szerintem figyeltek, hogy helyi legyen a csapatkapitány. Jó, Halmai Gabi, jó futballista, de csapatkapitány soha nem lesz. De ott is volt 5 vádott játékos, 5 izraeli vádott játékos, nyilván abból vették ki a csapat. És egy nagyon fiatal gyerek volt, 21 volt, 22, amikor én ott játszottam. És ő volt a csapatkapitány. És hagytad ezt? Hát volt 30-es izraeli vádott, ő is hagyta. Tehát. Ja, hát akkor... Kellett hagyni. Elnök úr, beszéljünk már egy kicsit, ez a fiatal gyerek ne legyen már egy csapatkapitány. Nem, egyébként nekem sose volt az ambíció, hogy csapatkapitány. Én szerettem a csapat, hogy együtt van, meg jó a társaság, abban nyilván én motorként segítettem, de a csapatkapitányi poszt azért nem, annyira nem vonzott. Hol volt a legjobb a hangulat? Videóton, Kispest, Ekeren, MTK vagy Tel Aviv? Hát nagyon nehéz. Én szerencsés játékos voltam, olyan helyeken játszott, jó városokban jöttem egyrészt. Tehát belegondolsz azért élni mondjuk Budapesten, Székesfehérvár, ugye kezdtem Budapesten, éltem ugye Antwerpenben, azért kellene az Antwerpeni csapat volt. Igen, Antwerpeni csapat volt. Tel Avivban tértem Budapesten, tehát abszolút élhető városok, azért ez is fontos szerintem egy sportolónak, hogy milyen helyen él. És én nagyon szerettem ezeket a helyeket, Tel Avivban is. És akkor, ha jól érezted magad, akkor jó volt a teljesítményed is a csapatban? Igen, ez rányomja a bélyegét. De most elmenni a világ végére, és akkor ott van egy kocsma, meg 3 ház, és akkor ott kéne kicsit ingerszegény lenne a környezet. Biztos, hogy az depresszió felé elkezdene nyomni a játékost. Én ezt sose éreztem. Jó csapatokban jártam, jó helyeken laktam. Hát én szerencsés voltam. Aránylag rövid ideig szerepeltél, 2 évig a Kispest Honvédban. Akkor már együtt voltál Illis Bélával? Így van, tehát ott együtt játszottunk, ott ismerkedtünk meg végül is Illis Bélával. Ugye a honvédos pályafutásunk alatt, és volt egy belga elnökünk, nem tudom, emlékszem, De Vries. De Vries, igen, én így mondtam volna, De Vries. Úgy kerültem el onnan, a honvédból, hogy a De Vries úr a Manchester United elleni back mérkőzések előtt odajött hozzám, és azt kérdezte, hogy Gábor, ha netán kiesnénk a Manchester United-től, amire valljuk be, azért volt esélyünk. De várj, nem mondtam, szoros meccsen esélyünk. Ha kiesnénk, akkor lenne kedved Belgiumba focizni. Én egyből rávágtam, hogy igen, szeretnék. Hát pedig akkor a kirakat csapatnál voltál a Honvédnál. De valamilyen engem a külföld, akkor külföld vonzó, nem olyan, mint ma, tehát akkor a külföld az nagyon vonzó volt. Belgiumban világot látni, mindig szerettem nyelveket tanulni, utazni, más kultúrát megismerni, egyből rávágtam, hogy igen. És a Manchester United ellen azért kiestünk, de... Direkt úgy csináltad, nem? Nem, azt nem. Itt van, kikaptunk 3-2-t, ott ki meg 2-1-re, tehát ilyen nagyon tisztes vereség volt, és mind a kettő nagy élmény volt, de aztán már pakoltam és mentem Belgiumba. Ronaldo akkor már játszott a Manchesterben, vagy akkor még nem, csak Beckham? Nem, játszott már nagyon fiatalon, de hát akkor ilyen Cantona, Brian Robson, Pallister, tehát Parker volt a jobb Beckham, emlékszem. És melyik el a kapuban? És melyik el a kapuban.
úgyhogy azért az... És egy Szotyi 60 ezer néző a lelátón, ugye? A Cantona, igen, hát a Cantona volt az, hogy nem tudtuk elvenni a labdát tőle. Tehát kitette így a kezét, és nem tudtunk hozzáférni. Akkor tapasztaltam először egy ilyen játékos, hogy hoppá, nem lehet elvenni a labdát tőle. Pedig te köztudottan kemény és erőszakos voltál. Neki futottam, ő kitette így a kezét, azért magas gyerek volt, meg erős, és nem tudtunk hozzáférni. Le kellett volna a galériát hajlítani, akkor ideges lett volna. Ő volt a karatézott volna. Egyébként meg igen. Ő volt a legkeményebb ellenfeled? De nem, hát azért volt a... Ki volt az? Potti ellen is játszottam azért. Litmán, én nem voltam egy rajongó típus, de nekem a Litmán nem volt az a játékos, aki megtestesítette, hogy mondjam, tehát játékban is, fejben is, intelligenciában. Nekem ő top játékos volt. És hogy hozta azért, emlékszel arra a filmmeccsre, amikor az utolsó egy-egy lett, azzal jutottunk be a pótselejtezőre, ami utólag kiderült, hogy nem kellett volna. Szerencsés. A Sebők Vili fenekéről ment be a kapuba a labda. Nem. Az utolsó négy érintés finn volt. Tehát világrekord szerintem. Akkor most ezt tisztázzuk. Az utolsó négy érintés finn játékos volt. És úgy lett volt. És a Horváth Feri kezdette kifelé sprintelni, hogy mindenki őt ünnepelje. Tényleg, ő kapcsolt először, hogy legyek én, hogy engem mutasson a kamera, vagy nem tudom. Tényleg a Feri elkezdett kifelé sprintelni, és mi utottunk utána, azt hittük, hogy valahogy beleérhetett. Nem tudta senki, hogy ment be, de utána kielemeztük, négy finn érintése ment be. Hogy egymás hátára rugdosták a labdát? Tehát valaki megcsúsztatta, még az is lehet, hogy én egyébként, azt nem tudom, vagy a Vili. És hozzájött egy fényjátékoshoz, a kapus hozzájött, túlment a kapuson, a védő ki akarta rúgni, eltalált a kapus, és bement a saját kapujába. Tehát bőrlesz volt. Na ezután a meccs után kihoztak minket, engem, meg a Litmánet is dopingra, és ott hozta azért, egymás mellett ültünk, hogy egy órát biztos, mert nem nehéz pisilni meccs után, tehát az, nem van az adrenalin, és isszuk a söröket, mert mindent, hogy hátra tudunk, de nagyon nehéz volt, hogy egy órát tudtam vele beszélgetni, ugye a kajaszba játszott, odaadtam ezért, tehát nagyon jó fej volt, hogy az élet nekem megadta azt, hogy egy példaképemmel ott tudtam egy órát beszélgetni. Ki volt még példaképed? Nem ő volt szerintem. Aha. Hát a videótomban volt azért, akkor felnőttem, egy Csongrádi Májer, tehát ott olyan játékos, hogy labdát szedtünk utána, ami... Hát oda 19 évesen kerültél be? A 18. 18. Igen. És az odaérkezésem, az sem volt mindennapi. Tudod, hogy kerültem be a felnőtt csapatba? Ifi a junior és felnőtt. Én az ifi abban játszottam, szalagolatom volt, ez januári napról beszélünk, szalagolatom, hajnal 4-kor értem haza, a vörösboros kolát megittuk, és mentem ki, aznapi mérkőzés, a délben volt egy videóton Tapolca edzőmeccs, januárról beszélünk. És megyek ki a fázossal, másnaposan, és a felnőtt csapat edző Kaszás Gábornak hívták, nem tudom, emlékszel rá? Igen, Gazmávok edző volt meg Szegeden. Igen, Szegeden. Ő meglátott engem, amit én nem tudtam, hogy ő ismer, és azt mondta, kicsi, gyere ide, egy edzőpályam volt hátul. Hát gyorsan kihúzzanottam a tegnapi buliból, és azt mondta, hogy öltözzek, mert a másik fél időben beállok. Mondom, úristen, engem ismer a felnőtt csapat edzőre, nem is tudtam. Átmondott, apám trabantjával voltam most az január, nincs téli gumi, tudod, nyár. Nincs fűtés a trabiban. Akkor kabátba kellett végig, mire hazaértem, hogy nem volt fűtés. Nem volt téli gumi, de mindegy, nem is az a lényeg, Trabanttal haza gyorsan, mert otthon volt a sípcsont védőm mindenem. Nem is vittél semmit? Csak kimenti meccset? Nem, mentem ki. Hát haza kellett menni a sípcsont, azért otthon volt. Haza átgondoltam, hol a cipő, minden, mire végpörgettem. Az a 20 perc, amíg én hazamentem vissza, az kiesett az életem. Nem emlékszem, komolyan nem emlékszem, hogy mentem haza, hogy szedtem össze. De arra emlékszem, hogy már bemelegítek. Szinte kezdve, oda visszaértem, átöltöztem, bemelegítés a fél időben, és akkor beálltam, másik labdaütésre gólt tudtam kezdeni. Álltam, gondolkodtam a pályán, ez mi volt, ez mi történik velem? És így került, és utána felnőtt csapat játékosa lett. Így kerültem a videóban. Utána már nem is engedtek vissza a kicsik közé. Utána ment a csapat Algériába edzőtáborra, engem már vittek magukkal, rúgtam a gólokat, visszaérünk, kezdődik mindjárt a bajnokság, utolsó edzőmeccs, nem felejtem. Videóton Tatabánya stadionban. 1-1, én rúgom a gólt. És aznap Kaszás Gábor autóval esett. Hát ez egy nagyon szomorú történet. A mérkőzés után? Mérkőzés után ment autóval, és akkor jött a hír este, hogy meghalt autóval esett. Ettől függetlenül te maradtál az első csapatban? Igen, tehát én már oda tartoztam akkor, és jött akkor a mezei egervári pálinkás trió. Elvállalta, abban nehéz helyzetben a Brávász Ottónak segített az edzőtrió, hogy akkor nincs edző, most ők stabilok voltak, és hirtelen elvállaltak arra a fél évben, hogy ők megcsinálják. Az ilyen villámkarrier befutott férfiaktól mindig megkérdezem, hogy mit vettél az első fizetésedből. És tudom. Na! És tudom, mert a múltkor végigbeszéltük pont a Majkáik, hogy ő is mit vett az első pénzéből. 36 ezer forintot vettem egy hifi tornyot. Komolyan! Az nem is a fizetés, az a prémium, első prémium. A fizetés nem mertem elkölteni, mondom, lesz még ilyen. Jön még majd következő hónap, és a prémiumot költöttem el, 36 ezer forint, erre emlékszem, egy ekkora hifi tornyot vettem belőle. És az, hogy beleég az ember, nem egy nagy sztori hifi tornyot, de hogy belé még egy, hogy az nekem az volt a csúcs, és meg tudtam venni az első prémium. Megvan még? A hifi torony már nincs, hát az kinőtt a korát.
Most már az ekkora lenne az a hifi törnyő. Azon gondolkodtam, hogy egy mekkora üzletember vagy, hogy vettél egy hifi törnyőt, más bőrkabátot vásárolsz. Szerintem ez egyel jobb. Ami azt hozzá akartam még férni ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, hogy ott a Videotonnál elfogadtak téged ezek a nagyok, akik ugye hát elég szépen meneteltek pár évvel korábban az UEFA kupában. Igen. És akkor jön egy 18 éves kisgyerek, és döntő gólokat rúg. De ezzel meg kell birkózni minden fiatalnak. Tehát meg kell menni egy felnőtt öltözőbe, ott valakinek a helyére pályázol magyarul. Ha jó vagy, akkor azonnal pályázol a helyére, nem, akkor majd nyilván beépítkednek. De én pont az volt, hogy azonnal betettek. És volt, akinek nagyon sokat köszönhetek, Horváth Gábor, nem tudom, emlékszel. Igen, igen. Ő is játszott UEFA kupában. Jobb hátvéd volt. Jobb és bal, mind a két pillanatot játszott, de jobblábas. Vadász Imre. Szenzációs ember volt. Emmer László, na ennek a három játékosnak én korán érkeztem edzésre, mindig én csináltam a kávéját reggel. És leültem közé, nem szóltam, csak hallgattam, mondták a sztorikat. Néha kérdeztek tőlem, amikor beszéltem, Isten bizony, így. Ők végig segítettek. Volt egy játékos, nem tudom, mondjam a nevét, Quirico-nak hívták, igen. Akinek a helyére érkeztem. És akkor Siófokon nem régen vették, 5 millió forintot vették, nagyon nagy pénzért. Ő rajta azért éreztem, hogy nem nagyon tetsz neki a sztori, de az is érthető, mert ő nyilván szeretett volna játszani, és engem raktak be helyette. Akkor nem, ő nem szeretett téged? Biztos az elején nem, de aztán elfogadta a helyzet. Az elején éreztem azért a nézéséből, hogy, azért ő nem örül ennek, hogy 18 éves berúgta az öltözőajtót, és ő a kezdő helyett. Azt hagyján, hogy én most érkeztem meg egy csomó pénzért, amiről nem mert beszélni, csak még ki is túrt a kezdőből. És ez lelkileg nem könnyű, nem? Tehát ott fiatal igen? vagy, ott belépsz, és akkor most, most az nem szeret, akkor milyen ott, hogy néz rá, tudod, nem olyan egyszerű. Neked volt ilyened? Hát én azt gondoltam, én mindig amikor ez az érzés belém jött, én azt gondoltam, hogy azt is ezért kezdtem el futballozni, hogy itt legyek, hogy játszak, ne ezzel foglalkozom. Nem erre gondolom, nem az ifjúságra, hanem amikor a te helyedre jött valaki, a te helyed, téged túrtak ki. Én abszolút segítettem a fiatalokat mind. Akkor is, hogy nem voltál a csapatképen, hát, meg nem voltál a tévében? Vagy nem jött olyan konkurencia, aki konkurenciának éreztem volna, vagy én azt mondtam, hogy basszus, hát nekem meg kell védeni a helyem, akkor vádott játékosokat megvédem. Ez otthonról jött, ez családi indítatás, hogy te így elhatároztad és így megmakacsoltad magad? Hát én sokat gondolkodtam, hogy én nem utáltam veszíteni, tehát én az edzés játékban is, de már visszagondolom, apámmal gonfociztam, akkor is megőrültem, kikaptam, és apám soha nem engedett nyerni. Soha nem engedem. Pedig az apákra az a jellemző, hogy mindig hagynak. Ma. Te is hagytad a gyerekeidet? Én egyszer-egyszer, de megérezték. Tehát arra befejeztem, hogy nem hagyom, mert megérzik, hogy engedem, akkor még rosszabbul esik neki. Komolyan. Na és mi volt apával? És apám soha nem engedett, se pingpongba, se gombfociba. Amit játszottunk mindenbe, ő úgy játszott, hogy halál. 100%-os, és azt sem érdekelt, hogy üvöltöttem utána ott a gombfoci asztal mellett, de eljött az én időm, 16 éves, akkor pingpong már levertem, na akkor vertem én is meg őt. De lehet, hogy ezt piszkálta ki belőlem ezt, hogy a dac, hogy azért is meg kéne valahogy nyerni, és ez a dac az lehet, hogy nekem segített később. Te egyedüli fiú vagy a családban? Nem, van bátyám, aki kézilabdázó. És vele milyen volt? Ő volt verekedés köztetek? Tehát ő is... Hát 4 évvel idősebb, inkább én kaptam, tehát ő volt az erősebb kézilabdás is volt, úgyhogy azért... Megvan. Azért engem gyepád néha, de hát azt hiszem ez normális kézfilme. Egy pillanatra visszatérnék arra az időszakra, amikor ugye az első csapatba beléptél, és utána mondtad, hogy Algériába elvitek edzőtáborba. Azt hogy adtad elő otthon? Á, anya, mizé egy hétig most nem leszek, ne keresetek, nem megyek a boltba. Figyelj, ez olyan gyorsan zajlott, hogy szinte sokként ért az egész, hogy beálltam, gólt rúgtam. Akkor azt mondták, hogy nekem már itt kell öltöznöm a jövő héttől, a felnőtt csapatnál, azt mondtam, hogy milyen rendezvényen vagyok. Oda kell bemennem reggel már, oda kell bemenni, és intézik a papírokat, mert nekem is kéne jönnöm el, én is megyek Algériába, amit nem tudom, egy héten belül mentünk. Tehát van gyorsan kell papírokat intézni, mert egy vízum is kellett, vagy nem tudom. Azt is intézik, hát nekem mint a felforult a világ. Otthon elmondtam azt, hogy ennek el se hitték, hogy értem. De hogy mész te sehova, mit hülyéskedsz már? És akkor ott Algériába azért ott bekerültem ebbe a csapatba, voltak fiatalok is, tehát Máriási, Sallói, tehát voltak olyan játékosok, akik közelebb álltak hozzám korban, de nyilván tőlük is messze voltam. De voltak ugye az öreg maga, akinek később aztán én kávét gyártottam minden reggel, hogy meg szerettem őket hallgatni a sztorikat, hogy mi volt régen, meg a nagy öreg edzők, tehát én azokat úgy beszívtam magamban. Amikor megérkeztél, én Ekerenvárosát akartam mondani, de nagyon hálás vagyok, hogy felvilágosította, hogy az antwerpeni csapat... külvárosa, Ékerem. Igen? Ékerem? Igen, Ékerem. Akkor te beszéltél-e franciául? Vagy bármilyen nyelven? Ez flamand terület, tehát igen? A franciait annyira, de majd mindjárt mondom az öltözőt, tehát inkább a flamandul beszéltek, de én angolul tanultam már itthon, tehát előtte én valahogy a nyelvek nekem nagyon mentek. Tehát oroszul én olyan könnyedén tanultam, hogy el akartak mindig küldeni Lenin versenyre, de mondtam, hogy nekem edzésem van, én nem tudom, hogy Lenin versenyre. De tényleg mindig a tanár könyörgött, orosz tanárom volt, orosz származású, könyörgött, hogy Gábor, menjen Lenin versenyre, mert nagyon jó a
De mondom, ne haragudjon, nekem délután 3-kor edzésem, nem tudok lenni versenyen lenni. Úgyhogy ezért nem mentem, de a nyelvek nekem később is, az angol is. Németet tanultam, az is könnyedén ment, aztán kimentem külföldre, a flamandot is felszedtem ugye Belgiumban. Az milyen nyelv? Az tisztán. Holland. A hivatalos nyelv holland, igen. De ugye belga-holland viszály miatt ugye a hollandok nyilván hollandnak hívják, a belgák meg flamandnak. Uh-huh. Flamandul én tanultam, meg jártam órára, és a Kovács Ervinnel mi beültünk ilyen órára, és tanultuk írni, és meg rendesen a könyvekből tanultuk. Mondtál egy dolgot, hogy visszatérsz majd az öltözőre, erre az ékereni öltözőre, hogy ott mi volt a furcsaság? Azt a multifunkciós öltözőt, tehát ugye eleve Belgiumban ugye a flamand, meg a francia az hivatalos nyelv. Alap. Tehát olyan belga játékosok voltak, akik flamandul beszéltek, de volt olyan belga, aki csak franciául tudott. És ugye, de a flamand mind tud franciául. A franciául beszélő belga nem biztos, hogy tud flamandul. Tehát az, a francia az erősebb nyelv, ott inkább azt veszik ugye a presztízsnek előre. Na most akkor jöttek a brazilok, ugye portugálul beszélnek. Azok nem nagy nyelvzseni. Ők portugálul beszéltek, aztán valahogy próbálkoztak, ott nem tudom, hogy értették meg magukat. Mi voltunk magyarok a Kovács Ervinnel. Hát a magyar szó az mindig néztek rám, mint az ufóklatot, hogy milyen nyelven beszélünk mi. Akkor volt egy jó barátom, a Tomasz Radzinski neve, nem tudom, mond-e valamit. Igen. A kanadai lengyel állampolgár, játszott az később Anderlecht, meg az Everton, tehát a Premier League-ben is játszott. Ő nagyon jó barátom volt, ugye ővel angolul beszéltünk, de hát ő lengyel volt, lengyel-kanadai. Nem is tudom még mi, tehát olyan nyelv... Törökök nem voltak? Nem, olyan nyelv kavalkázott abban az öltözőben, reggel bementél volna, mint a bábeli zűrzavar volt tényleg. Ki volt az edző? Belga edző volt. Ők mind, aki edzőm volt, mind flamandul beszélt. De egyébként nem kezdett problémácsányból, hanem flamandul mondott taktikát, mindent. Aztán nekem vagy kérdezzük meg, vagy menjek oda hozzá, akkor elmondja angolul, de nem kezdett angolul, portugálul, meg franciául csinálni a taktikát. Tehát egy nyelve flamandul elmondta, aztán akinek valami gondja van, azt oda ment. Úgy érzed, hogy ott voltál életed legjobb formájában? Vagy egy nem, másik helyen? Nem, a Hapoel Tel Avivnál volt. Hoppá! Tehát oda 28 évesen érkeztem meg, tehát ott már volt annyi tapasztalatom. Lehiggadt a játékom, tehát ott volt az időszak, amikor úgy lubickoltam. Tehát visszagondolom, igazán hol éveztem a fotballt, ott. Előtte ugye görcsös volt, hogy bekerülsz, hogy akkor hogy megfeleljél, hogy jó legyél, hogy jó játszál. Kicsit ezt ma én a fiaimnak mondom is, hogy engedjék el, élvezd a focit, mert erről szól. Élvezd a focit és szenvedélyen belemész, akkor több minden fog kijönni, jobban fogsz. Én nekem az eddig a 25-26 éves koromig, mintha így szenvedtem volna, hogy na jó játszok, a közönség nem mondja azt, hogy nem játszottam jól. Tehát én megfelelni vágyás volt bennem, 25 éves koromig elengedtem, mondom, élvezem a focit, itt van ennyi ember, kijön egy telt ház, egy hapajtalag, nagyon jó közönség volt. Itt van ennyi ember, kijön, hát élvezem a focit, és ott igazán élveztem. Visszajöttem az MTK-ba, sajnos a sérülések ott, mert utána is élveztem, hogy csak nem tudtam a sérülések miatt. Azon gondolkodtam, hogy hát ugye 16 évvel ezelőtt abba hagytad, még volt egy második, pontosan ez az MTK-s korszakod, azt azért kellett azt a döntést meghoznod, hogy abba hagyod, mert sok volt a sérülésed? Egyébként milyen sérülés volt az, ami ide vezetett? Tehát visszajöttem az MTK-ba, amire mai napig hálás vagyok az MTK-sat, amire nagyon vártak vissza, hogy jöjjek oda-vissza. Úgyhogy visszajöttem az MTK-ba, de jöttek a sérülések. Tehát ott már jelzett vagy az idő, vagy a szervezet, hogy elég volt. Két térfelszakadásom volt. Az egyikből visszajöttem. Nagyon korán jöttem vissza, én majd megmutatom, hogy korán vissza lehet. 5,5 napra már játszottam, de közben azt mondják, hogy 8 napot. Minimum. De én majd kemény leszek, meg visszajött, és szerintem azért szakadt a másodszorra a másik keresztalagom, amiből nem tudtam azért felépülni, mert kaptam egy kórházi egy bakterek fertőzést. Ami aztán egy hónapig, az kemény időszak volt. Egy hónapig kórházoltam, lázban, műtögettek, ott billegett a sztori, hogy jön, merre billegett. Olyan súlyos volt az állapotod? Születésnapon volt ott, igen. Igen? Igen. Tehát ott mondta az orvos utána, nyilván hónapokkal, hogy azért szerencsém vagy jó anyagból vagyok, mert ott azért egyszeres volt a helyzet. Tehát abból bármi, 64 kiló volt, nem tudtam fölülni az ágyban, annyi erőm volt. Hogy jutott ez a tudomásodra? Vagy hogy elkezdted magad rosszul jönni? Oké, bementél egy térszalagműtétre, és aztán... Igen, hazamentem, elment körülbelül 3 nap, és az egyik éjszaka, mint a filmekben, az a sebláz, fölébredek, és mintha lezuhanyoztam volna, ömlik a víz rólam. De úgy, hogy mondom, de a zuhanyból kijöttem volna. És akkor néztük, hogy mi ez, betelefonáltunk, és mondták, hogy hát ilyen az előfordul műtétek után. Jó, akkor még egy éjszaka, következzek detto ugyanez, és akkor utána bementünk, hogy ez valami nem oké, és leszívtak egy ilyen mintát, és mondták, hogy innen sehova, mert olyan szepszis, tehát elkapta egy olyan fertőzést, ami kórházi baktérium. Ez az belemegy, ez milyen nehéz kiirtani, hogy azok a körülmények között megél az a baktérium. Ő tudja, hogy mi a jó, nem? És akkor átugrik be itt. Oké, abba hagytad a labdarúgást, 2 kérdésre kell még, hogy válaszoljál. Miért vonultál ki az élvonalbeli labdarúgásból? Mert hát ekkora tapasztalattal, ilyen tudással,
ilyen életérzéssel, a labdarúgás iránti szeretettel simán lehettél volna vezető, több nyelvet beszélsz, érted a játékosokat, tudod, hogy mi a csízió, és nem ott vagy. Igen, tehát ez úgy alakult, hogy az MTK-ban játszottam az utolsó éveimet, és volt egy baráti társaság, ahol benne van Kutor Attila, Csertői Aurél, Illés Béla, Kóbor László, egy baráti társaság, és ők megkerestek engem, már volt egy forrási cég, amiben benne voltak mindannyian ők. De nyilván, aki focistak, meg a foci között, csendes társként, a Kóbor Laci barátom, aki vitte ezt a céget, és megkérdezték, hogy van-e kedvem beszállni ebbe a cégbe. De mi focistam, mondom, itt profiként játszottam, van-e kedvem beszállni ebbe a cégbe, de ők úgy gondolják, hogy én mint a munkámmal is segítsem, mert ugye nyelveket beszélek, meg van külföldi kapcsolataim, és ezt a forradó céget föl kéne tuningolni Európába is. Gondolkodtam, és tudod mit? Tehát, hogy elmentünk a Bélával, Garami Józsi bácsot szerzünk MTK-ba, és elmentünk hozzá, hogy Józsi bácsi, van egy ötletünk, mert kifelé megyünk a labdarúgásból, mi szeretnénk csak heti 3-at edzeni, ezt kezdve a Józsi bánál, heti 3-at edzeni, és annyit játszunk, amit Józsi bán jónak lát, mi leülünk a padra, kell segítjük a fiatalok beépítését, tehát mi mindenben segítünk, hogy az MTK épüljön, ha kell, beszállunk játszani, mert ahogy ő látja. A Józsi bának azért elgondolkodott, mert tudod, hogy neki az edzésmunka, meg a csapat, meg ilyen még nem volt szerintem pályafutás alatt. És azt mondta, hogy gondolkodt rajta, hogy rendben van. Na de most ezt kérdez azt a három edzést, azt mondja, jó, három edzés, de utána mi a Bélával kinket maradunk vele, de három edzés után, és még egy órát rádöttünk, alatt úgy jöttem az irodába, utána elkezdtem dolgozni, úgy jöttem az irodába, mint egy félhalott, hát mondom, az nem lesz így. De mindegy, tehát így. Aztán megsérültem, ugye ez az élet megoldott, a Béla nagyon szépen működött, a Béla beszállt gólokat rúgott, a kantát segítette ott beépülni a csapatba, tehát tökéletesen működött a rendszer, ugye Józsi bácsi elégedett volt. Én elkezdtem dolgozni, és akkor ebbe a cégbe aztán én beszálltam anyagilag is, meg a munkámmal is, és akkor Európát én jártam. Akkor nyertünk-e tendereket, de ahhoz kellett az, hogy én tárgyaljak ki. Tehát első tárgyalásom úgy mentek, nem tudtam, mi a vontató, meg a portés között a különbség angolul. Na mondom, és így nyertünk egy tender, tehát akkor a mákunk volt, de nem tudom. És egy nagy európai tender, egy TNT-s tender, ami nagy értékű Nokia szállítmányú, tehát ilyen nagyon nagy tender nyertünk meg, azt akkor az a, volt 10 éve mondta a forrásban, ami nagyon kemény volt, de ugye élveztem. Megérte. Na most az új szerelmről beszéljünk, nem véletlen, hogy ezen a pályán állunk. Mi közöd ehhez, és mi a terved ezzel? Az előbb említettél, fotballhoz nincs közöm, na most elmondom, haladás tulajdonosok voltunk, mi mai napig vagyunk a Bélában. Illés Akadémia ott van, az Illés Bélával szintén. Pomázi Egervári Halmai foci suli, szintén a focihoz kötött, és mit az az élet? Meg idejövök a petból, beleszerettem ebbe a játékba, amiben tulajdonosként is szerepelek, hárman vagyunk tulajdonosok, és elkezdtem játszani, és mondom, itt a következő szerelem, és mi nem, tehát egyszerűen az én pályafutásomat nem tudja a labdarúgás ott hagyni, de én sem akarom szerintem. Ha megkérdezed az óvodában, mire emlékszem, tudod, mire emlékszem az óvodában? Hogy melyik volt a kapufa, melyik két fa? Esküszöm neked, arra megyek, itt fociztunk oda, két fa volt a kapufa, arra emlékszem. Azt biztos nem akarod megmondani, hogy pöttyös labda volt a jeled az óvodában? Azt nem tudom. Jó van, ez nagy szerencsé. Azt nem tudom, hogy mi volt a kapufa, azt tudom, mire játszottunk. Komolyan. Tehát nekem a foci az, hogy körül szövi az életemet, tehát ez biztos egy örök szerelem. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, sok sikert kívánok, és akkor most elbúcsúzom a Szokka TV nézőktől, ez tökre jó volt ez a kis beszélgetés Halmai Gabival, mert végre nem ilyen hivatalos formák között beszélgetünk, hanem ő is elmondta azt az életéből, ami hát nem volt annyira nyilvános, úgyhogy érdemes lesz megnézni ezt a műsort, meg remélem, hogy meg is nézitek majd. Cső!